minél több konspirációs elmélet virágzik egy adott társadalomban, annál inkább a jele annak, hogy a társadalom tagjai hatalom nélkülinek érzik magukat. Vannak ideológiák, amik birtokolják ezeket az embereket, de rabszolgát. Van itt ugye egy jelenség, amit nem tudunk megkerülni, nem is jelenség, egy személy Soros György. És ez a személy és a hozzá kapcsolódó jelenség azért Izraelben sem ismeretlen. Nincs az az Izrael ellenes ügy, vagy tevékenység, vagy NGO, vagy bármi, amire, amit ne pénzelt volna. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandines Stratéga nézőit és hallgatóit. Én Póca István vagyok, vendégem pedig Robert C. Kastel, biztonságpolitikai szakértő, aki online van velünk. Szervusz, Robert! Szeretettel köszöntelek! Nagy szeretettel köszöntöm a nézőkat, hallgatókat, egy napsütéses Jeruzsálemből évértékelünk, előévértékelünk, talán így fogalmaznék, hiszen egy előfelvételről van szó, de arról beszélgettünk így a műsor felvétele előtt, hogy megpróbálnánk egy speciális nézőpontot bevonni. Megpróbálnánk egy speciális nézőpontban megközelíteni ezt, ezt az évet, és hát ez a nézőpont pedig egy közel nézőpont. Mondhatnánk azt is, hogy közel-keleti geopolitikai évértékelő, amit erre a beszélgetésre szántunk. Hogyha ezt a szempontot hozom, akkor azért itt Magyarországon talán mindenki arra asszociál elsősorban, hogy kitört egy konfliktus, kitört egy háború méghozzá Izrael és a Hamász között. De azért az év talán nem csak erről szólt. Hogyha azt mondom neked, hogy 2023 és közel-kelet, akkor mi a következő 3-4 szó, amire te asszociálsz? ezt három szinten lehet megválaszolni, a globális szinten, a regionális szinten, meg a helyi szinten. Ha a globális kontextusban nézzük a közel-keletet, akkor a nagy kérdés az, hogy melyiket szeresem. Az USA hegemoniáját, vagy pedig valamilyen BRICS konstruktumot. Tehát lehetnek oroszok, lehetnek kínaiak, lehetnek, mert nem mondjuk, hogy a nem nyugat. Tehát ez, a, ez, a, globális kontextusban. A regionális konfliktusban a, fő kérdés az, hogy ki uralja a közel-keletet, Irán vagy az Egyesült Államok a szövetségeseink keresztül, és hogyha a, a helyi szintet nézzük, akkor akkor itt Izrael a különböző ö, ellenfeleivel, a Gulliver a, Lilipu, a, a Liliputi törpékkel, amik száz apró ö, ö, kötik a földhöz, mondjuk úgy. Tehát ez a, ez a három szint. Három szintet említettél, és egy másik korábbi beszélgetésünkben utaltál már arra, hogy te azért nem lepődtél meg nagyon, hogy kialakult egy konfliktus a közelkeleten is. Azt a kérdést is érintettük, azt a problémát, hogy a világ egyfajta átmeneti változásban, bizonytalanságban van. Kódolva volt, hogy ha hogyha valami változás, bizonytalanság van a világban, akkor az a közelkeleten szinte automatikusan konfliktusban, fegyveres konfliktusban fog lecsapódni? Igen, mindenképpen, mindenképpen. A mai közelkelet, ahogy, ahogy ma ismerjük, ez gyakorlatilag a, a Szovjetunió összeomlásának és a, az amerikai egyeduralomnak a terméke. Tehát a régi, a régi világban ez az egész békefolyamat a palesztinok és Izrael között elképzelhetetlen lett volna. Ami ezt lehetővé tette, hogy csak egyetlen legény maradt alpon a vidéken, egyetlen egy szuperhatalom maradt a világban, amelyik diktálhatta a dolgokat, és, és ezzel mind a két félnek meg kellett barátkoznia. Tehát nem volt ez a, a, a kétpólus, ami automatikusan megoszt, minden konfliktusban megosztja a játékosokat, az egyik jobbra, másik balra, és ezt tette lehetővé ezt a, ezt a, ezt a béke folyamatot, ami, ami végül is, amit végül is nem koronázott siker. És ugyanakkor ezt tette lehetővé a normalizációt, Izrael és a, a többi a többi arab állam között, vagy a többi arab állam egy, egy bizonyos hányada között, gondolok itt az ábrahámi egyezményekre elsősorban. Tehát mindez a régi többpólusú világban nem következhetett volna be, és most, ahogy a világ újra blokkosodik, valószínűleg visszatérünk a régi hidegháborús gondolkodási módokhoz és képletekhez itt a közelkeleten is. Ez a változás, a világ blokkosodása közelkelet szempontjából jó, vagy rossz. Mert ugye vannak, akik azt mondják, hogy azért mégiscsak egy normálisabb helyzet, azzal érvelnek, hogy nem egy hatalom dominálja az egész világot, hanem mennyivel a, demokratikusabb, nem is tudom, mi a megfelelő kifejezés, de mennyivel jobb az, hogyha itt több szereplőnek az érdekei is tudnak érvényesülni. Ez hogyan néz ki a te, ti szemszögetekből? mondtam, én erősen vitatnám ezt a normatív, normatív megállapítást is, hogy feltétlenül az jobb, hogyha több ország akarata érvényesül. Ennek vannak előnyei és vannak hátrányai. Tehát egy egypolósú világrend vagy egy kétpolósú világrend mindig sokkal-sokkal stabilabb, mint egy többpolósú világrend. Ez, ez a a történelem is ezt igazolja, és ezek a számítógépes szimulációk, amikkel megpróbálják szimulálni a, a játékosoknak a, a viselkedését a nemzetközi rendszerbe, ezek is azt igazolják, hogy egy többpólusú rendszer sokkal instabilabb. Tehát valószínűleg sokkal több háborút látunk egy többpólusú rendszerben, és hogyha valaki, én, valakinek ilyen pacifista vénája van, ami nekem nincs, akkor az eleve azt mondja, hogy hát egy, akkor egy többpólusú világrend az eleve rosszabb mint egy egypólusú vagy egy kétpólusú világrend. Most a közelkeleten, hogy, hogy mi, mi számít jobbnak, ez egy igen, igen jó kérdés. Itt attól, attól, is függ, hogy az, a, 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 hogy az, Egyesült Államok, mint hegemon hatalom, hogyan gyakorolja a hatalmát. Én, én, következetesen érveltem az utóbbi két évben amellett, hogyha ez a, ez a hatalom csak teljesen vegy tisztán a reálpolitika szintjén mozgott volna, és nem próbált, nem, nem társult volna ehhez egyfajta kulturális imperializmus a nyugati kulturális befolyás, vagy az amerikai kulturális befolyás betörés a közelkeletre, akkor ez sokkal könnyebben emészthető lett volna, és sokkal népszerűbb lett volna. De mivel nem ezt láttuk, láttuk azt, hogy, hogy itt egy, a hatalom mellett van egy tartalom, van egy ideológiai tartalom, és egy, ezt egy progresszív dzsihádnak neveztem, tehát ez az gyakorlatilag, amivel az Amerika alásta a saját, a saját dominanciáját a világnak ezen a részén. A világ azon részén, vagy csak Izraelben? Nem a világ egész, tehát az egész közel-keleten. A klasszikus mondás erre e, e, a szaudi királynak a mondása volt, amit egy amerikai politikusnak mondott, mikor a kezdődött ez az amerikai olajkapcsolat Szaudarábiával. Azt valami olyasmit mondott, hogy mi elfogadjuk a ti technológiátokat, de ti békén hagyjátok a mi vallásunkat. És én azt hiszem, hogy ez igen-igen rossz vért szült ez a fajta. E, kultúra export. Tehát még azt is meg lehetett érteni, hogy az Egyesült Államok a demokráciát akarja exportálni. Mert van ez a demokratikus béke elmélet, hogyha mindenki demokrácia lesz, akkor nem fogunk háborúzni. Tehát itt legalább van egy, van egy empirikus, vagy van egy ö, racionális magyarázat, hogy miért fontos, hogy mindenki demokratikus legyen, bármilyen őrült is a gondolat ezekből a törzsi államokból demokráciát csinálni. De azt, hogy a nyugati értékek miért lennének előbbre valóak, mint a közelkeleti törzsi társadalmaknak a helyi értékei, ezt, ezt igen nehéz egy, egy matematikai képlettel levezetni. Tehát itt, itt egy ideológiai harcról van szó, és ezt a közelkelet úgy élte meg, és már többször elmondtam, mint, mint egyfajta morális keresztes hadjáratot. De azért ez a megközelítés, ez abban a szempontból logikustak nőhet, és nyilván itt te is utaltál, csak nem mondtad ki Francis Fukuyamának a verzióját, hogy a demokráciák azok alapvetően nem háborúznak, vagy jellemzően nem háborúznak egymással, vagy kisebb valószínűséggel háborúznak egymással, mint mondjuk a nem demokráciák? Ez teljesen rendben van, ami a demokrati demokratikus békeelméletet, illeti ezt nem fokuljam találta ki. Itt a, itt a probléma nem is ebben a gondolattal, ebben a, a gondolattal is rengeteg probléma van. Látjuk azt, hogy, hogy milyen nehéz egy idegen ideológiát, vagy idegen politikai kultúrát ráerőszakolni egy olyan régióra, aminek a politikai kultúrája teljesen más mondhat. Lehet beszélni az iszlám politikai kultúrájáról, ami sok mindent mond, de ez nem egy nyugati demokrácia. És hogyha ezt a szoftvert rá akarjuk, rá akarjuk írni mondjuk úgy a, a közel merevlevezére, levezére, ott, ott a szoftverek ütközni fognak, a két működ, működési rendszer ütközni fog egymással. De itt a problémát nem ebben látom, a problémát a, 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 a további tartalommal látom, ami ez együtt érkezett. Mert Fokúja nem, nem, nem elégedett meg avval, hogy ez csak egy demokratikus export legyen. Ő egy liberális exportról is beszélt, és hogy ezzel a liberális alatt van egy, egy sor olyan érték, ami, ami talán a nyugaton ezek teljesen elfogadott értékek, de a keleten nem feltétlenül azok. Tehát evel tisztában kell lenni, és szerintem itt volt a, a, a az az akna amit saját maga ellen követett el az Egyesült Államok. Azt mondod, hogy demokrácia export, de közben érték export is. És ha jól értettem, akkor az arra is utaltál, hogy nem feltétlenül a, kell erőltetni ezt a demokrácia-exportot, mert hogy nem feltétlenül működőképes mindenhol. A, nagyon elméleti sikra mentünk, de nem bánom, mert Igen. szerintem. Okay. Reméljük, hogy a nézőink, hallgatóink se bánják. A kérdésem, <laughs> kérdésem az az lenne, hogy nem azért van esetleg ez, mert a nyugati világ úgy tekint, gondolkodik, helyesen vagy helytelenül majd ezt a megválaszolod, hogy te hogy látod, hogy előrébb tart berendezkedésben, gondolkodásban, kultúrában akár, mint mondjuk a közelkereti társadalmak, és hogy majd ő, mint idősebb testvér, vagy érettebb testvér, idősebbnek talán nem mondanám, de hogy majd segít azokon, akik hátrébb tartanak, és hogy lehet, hogy ez a felzárkóztatás kicsit erőszakosabb, de hogy fel kell zárkóztatni ezeket. Fel kell zárkóztatni ezeket a társadalmakat? Szerintem erő, el, elég erősen vitatható az az állítás, hogy valaki más valaki előtt van. Tehát ez egy igen vitatható állítás. Ez, ez csak akkor érvényes, hogyha elfogadjuk azt, hogy a történelemnek van egy iránya, és ez, tehát a, a, a dialektikus materializmus így gondolta, Fukuyama így gondolta, az iszlám, a politikai iszlám így gondolja, csak természetesen más tartalommal. Én nem vagyok benne, felt, nem vagyok benne biztos, hogy ez így van. Arról nem is beszélve, hogy legalábbis az én, az én nézeteim szerint a politikai kultúra az valami olyasmi, ami organikusan nő ki egy nemzetnek a tapasztalatából, a hagyományaiból, a vallásából, a, a történelmi tapasztalatából, és e ezt nem lehet csak úgy letölteni, mint egy, tudom én, mint egy, mint egy Spotify mint egy podcast a Spotify-on, vagy valami és Nem így működik a dolog. Ezt valahányszor megpróbálták, ez igen-igen komoly fájdalommal járt, vagy igen komoly befektetésre volt szükség, hogy ez sikerüljön. Mindig azt szoktam mondani, hogy egyáltalán nem biztos, hogyha a második világháború után tíz évvel mondjuk úgy az Egyesült Államok magára hagyja Németországot, meg Japánt, akkor most azt a Németországot és azt a Japánt látnánk, mint amit most látunk. Ez a hatványozottan igaz a közel-keletre, amelyik még, amik, 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 még, 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 még inkább különbözik attól a, a nyugati eh, demokratikus hagyománytól, amit megpróbálnak egyfajta univerzális eh, sablonként eh, eladni. De hogyha az Egyesült Államok magára hagyja a közelkeletet, akkor a közelkeleten meg kitörnek a konfliktusok. Vagy ez, ez se ennyire egyszerű? Én azt hiszem, hogy ez egy illúzió, ezt már többször elmondtam, ez egy illúzió, hogy csak úgy haza lehet menni. Tehát, aki egyszer szuperhatalom volt, aki egyszer világhatalom volt, az nem tud hazamenni. A problémák, hiába mész haza, a problémák jönnek utánad. A klasszikus példa erre a nyugat-európai volt gyarmatosító hatalmak. De látjuk, hogy hazamentek, de a problémák követik őket haza, és akkor a a, ugyanazok a problémák, amik ellen küzdöttek mondjuk Észak-Afrikában, most ugyanaz, most Párizsnak a külvároságban küzdenek ellenük. Tehát Amerika se tud csak úgy hazamenni a közel -keletről. Nem tudja egy magára hagyni a közelkeletet, mert a közelkelet problémái követik az Egyesült Államokba, és láttuk, hogy, hogy milyen az, mikor, eh, mikor eh, tudom én, a 19 úriember bekopog a 152. emeleti ablakon a repülőgéppel. Tehát ilyen dolgok történnek. Ezért én nem gondolom azt, hogy haza lehet menni, épp ugye az oroszok se tudtak hazamenni csak úgy Csecsenföldről, cse cse mert a, a, terrorizmus követte őket egész a moszkvai színházakig. De a közel-keleten mégis mindenki szeretne jelen lenni, még talán annak árán is, hogy követni fogják a problémák, hogyha kivonulna onnan. Ugye az Egyesült Államokat érintetted, azt gondolom, hogy ebben a kérdésben Oroszország nem érintetlen. Kína egyre inkább involválódik, ha jól látom. És azt is lehet mondani, hogy az Európai Uniónak is vannak ilyen típusú, hát nem mondom, hogy valós, vagy nem valós, ezt majd eldöntött, de elképzelései, hogy majd itt, hogyha ez a gázai konfliktus, katonai konfliktus lezárul, akkor majd az Európai Unió megy és rendbe teszi ott a dolgokat. Igen, ilyen szempontból én az ukrán háború elején mondtam, hogy remélem, hogy ez a háború sokat fog tartani, mert akkor Európának kevesebb pénze és kevesebb figyelme, kevesebb ideje lesz arra, hogy bajt keverjen a közel-keleten, és inkább az otthoni problémáikkal fognak, fognak foglalkozni. És miért mondom ezt? Én azért mondom ezt, mert a, a, a közel egyik legnagyobb átka, ez a, az a jó jószándékú nyugati, a, a fehér ember hogy jön a fehér ember, és majd megoldja a közel a problémáit végtelen bölcsességében. Jön a, 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 a 22 éves miniszoknyás kis doktor eltöltötte a félületét az egyetemi padokban, és már fantasztikusan tudja, hogy hogyan kéne megoldani a, a, a közel-kelet összes problémáit. Tehát ez a közel-kelet egyik legnagyobb átka, és mikor ehhez csat csatlakoz, csa, ehhez csatolunk egy ilyen, egy ilyen csekfüzet diplomáciát, tehát van egy komoly anyagi háttér is mögötte, mint például a norvégoknál, akkor igen komoly károkat lehet okozni. Tehát ez a, ez a befolyás, meg ez a hatalom, amivel a, ami a pénzzel jön, és ez az arrogancia iszonyatos károkat tud okozni. És a kínaiak arrogánsak? A kínaiaknak van egy óriási előnye. Tehát mikor a, a, a külső világ, mondjuk a nyugati világ jön a közel-keletre, akkor nem csak a hatalom vonza, és nem csak az olaj vonza, hanem van egy nagyon komoly vallási kapcsolat is. És még azoknál is, akik ők maguk nem, nem tartják magukat hívő embereknek, a kultúrájuk egy olyan kultúra, amely errevel egy keresztény kultúra, errevel egy keresztény kultúrából jönnek, aminek nagyon mély gyökerei vannak itt a közelkeleten. Tehát a a, a, ez még egy olyan mágnes, amelyik vonza a közel-kelet irányában a nyugati hatalmakat. A kínaiak legalább, kína, kínaiaknak legalább ez a vallási vonzerő nincs, és ilyen szempontból ők valamivel racionálisabb játékosként tudnak közeledni. És innen jön a híres kínai mondás, hogy a közel-kelet a nagyhatalmak temetője, és ezért a kínaiak távol fogják magukat tartani tőle. Hát nem tudják távol tartani magukat tőle, mert az energiájuk jelentős része innen származik. Erről a vallási vonzerőről már korábban egy más beszélgetésünkben is, a Harstér című is, nem annyira feltétlenül pozitívan nyilatkoztál. Ez azt jelenti, hogy izraeli szemszögből, közel-keleti szemszögből nem annyira pozitív ez a vallási alapú érdeklődés? Mondjuk speciális Izrael szempontjából a, 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 a keresztény kapcsolódás a közel-kelethez az általában, általában segít nekünk. Tehát a itt van Mirschheimernek az egyik nagy tévedése a 2007-es könyvében az Izrael lobbyban, amikor lemossa a keresztvizet az összes zsidó szervezetről, hogy milyen lobby tevékenységeket fejtenek. Lobby tevékenységet fejtenek ki Washingtonban, Izrael oldalán, és evel ö, eltérítik az Egyesült Államokat a valódi céljaitól. És a, 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 a Derek kutató csak azt nem vette számításba, hogy a legfontosabb Izrael lobbi Washingtonban az nem az amerikai zsidók, hanem az evangéliumi keresztények az evangélium keresztények, a keresztény cionizmus gyakorlatilag Izraelnek a születését, ami lehetővé tett, az a keresztény cionizmus volt. Tehát sok szempontból, most lehet, hogy sokan nem, nem, nem örülik, hogy ezt, ezt kimondom, de sok, sok, szempontból izraeli keresztény cionista projekt, ami a, 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 zsidó cionizmusnak adott, adott hátszelet, mondjuk úgy. De ami lehetővé tette, az a brit evangéliumi keresztényeknek a keresztény cionizmusa. Ez egy olyan dolog, amit, amivel nem vagyunk tisztában, egy nagyon erős kapocs. Ami a, az arab világ, a muszlim világot illeti egyértelműen... Egy erős kapocsnak jellemezteléshez máig pozitív kapocs, most nem turisztikai, hanem politikai szempontból kérdezem. Igen, mindenképpen, mindenképpen. Tehát én azt hiszem, hogy ha Izraelnek szüksége van politikai befolyásra Washingtonban, akkor elsősorban nem, a, nem az aipac et keresi meg, meg a kétharmadukban progresszív zsidó szervezeteket, hanem, hanem az evangéliumi keresztényeket, mondjuk Pastor hégének a, a Kufay nevű egyházát van a 36 vagy 40 millió követővel, és hasonló evangéliumi keresztény egyházakat. Ez nagyon-nagyon erős kapcsolat, és én azt hiszem, hogy Izrael nem volt elég okos, hogy ezt a kapcsolatot tovább építse és tovább, tovább fejlesztem, mondjuk, hogy ez inkább sokkal inkább a, a keresztény egyházak részéről jött, mint Izrael részéről. Tehát akkor ez tulajdonképpen a diplomáciának egyfajta kiterjesztése vagy kiterjesztődése? nem csak a diplomáciának, hanem a politikai befolyásnak is. Mikor olyan megtért, vagy ez a Bornegin, nem tudom milyen helyes magyar kifejezés, ez a valláshoz visszatért, figurákról van szó, mint Bush elnök, vagy Truman is egy ilyen, milyen vallásos személyiség volt, aki az anti saját személyes antiszemitizmusa ellenére... Egyszerűen félte az Isten haragját, hogyha nem támogatja Izraelt. Ezek olyan olyan kategóriák, amik, amikről 2023-ban Európában beszélni, teljesen abszurdumnak tűnik, hogy egy nyugati vezetőnek a cselekedeteit ezek a megfontolások befolyásolják, de ezek, ezek a dolgok ott vannak. És a, a közel-keleten a vallás sokkal inkább jelen van a politikában, és szerintem Európában is vissza fog térni. Érdekes, amit mondasz, hogy mennyire befolyásolják egy-egy vezetőnek vagy nyugati vezetőnek gondol gondolkodásait, döntéseit. Ja, nagyon sokszor ezek általában a negatív szempontból, a negatív konnotációban jelennek meg, hogy hát lám lám milyen elfogult a, ebben a tekintetben. Más tekintetben viszont mondjuk liberális szereplők is elfogultak szerinted? De mindenkinek megvan a saját ideológiája. Tehát én azt hiszem, hogy a Elevennek a, a, az abszolút semleges, a százszerzelékosan semleges Arkimédeszi pontnak a keresése a nemzetközi kapcsolatban, ez nevetséges dolog. Vannak nagyhatalmak és vannak érdekeik. Ezek az érdekek nem csak materiális érdekek, hanem az értékazonosság, vagy ideológiai affinitások, vagy vallási közelség, tehát ezek is épp olyan érdekek mondjuk úgy, mint a, mint a materiális érdekek. És ezeket, próbálják az, ezeket az érdekeiket próbálják tolni, így, így működik a világ. Így működik a világ. És szerintem ez, a, ez, a, ez a, az állítás, hogy valaki azt állítja magáról, vagy akár valaki másról, hogy na kérem szépen, tegnap találkoztam a, a, a 4-6-os megállójában a, 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 az abszolút független objektív Archimedeszi ponttal, amelyik vegy tisztán látja a nemzetközi rendszernek a helyzetét, ez nevetséges. Nincs ilyen pont. Ha jól következtetek, akkor te nem tartod egy. Majd nem azt mondom, hogy ördögtől valónak, de ez nem igaz, hogyha most a teljesen vallástól függetlenül akarunk fogalmazni, akkor nem tartod egy rossz dolognak, hogy a különböző vallású, ez esetben keresztények foglalkoznak politikai kérdésekkel a saját szűrőjükön keresztül? Nem látok benne ez egész woke ideológia, mi más, hogyha nem egy, nem egy vallás. Még soha nem ismertem milyen vallásos woke embert. És ebből arra következtetek, hogy a wokizmus az egy vallás, mert senkinek nincs két vallása. Oké, okay, tehát hogyha nem tudsz wok lenni, és mellette milyen hívő keresztény, vagy milyen hívő muszlim, vagy milyen hívő zsidó, akkor valószínűleg ez egy vallás. És én azt hiszem, hogy ezek a, ezek az ideológiai ö, ö, gestaltok, vagy ideológiai világnézetek, ameddig nem sarkalnak minket a szélsőségekre, addig nincs bennük semmi, semmi, semmi rossz. Én semmi rosszat nem látok bennük. És a vallás semmivel nem rosszabb, mint a szekuláris ideológiák. Azért vallás esetében a szélsőségek megjelennek, és nagyon sokszor látványosak, vagy látványosabbak, mint mondjuk a közép, a mainstream. Ez a közelkelet esetében most akár a muszlim vallás szempontjából kereszténység, de még egyébként a zsidó vallást is ide ez hatványozottan igaz, nem? Igen, azt hiszem, a közelkezett ilyen szempontból egy rossz szervény. Tehát a, amit a, a legmarkánsabban nyilvánvaló, hogy az iszlám világán látszik, de látszik a judaizmuson is, hogy ami az iszlám világát illeti, gyakorlatilag itt alakultak ki, ennek a, a sivatagnak ebben a szigorú világában alakultak ki a legfundamentalistább, vagy itt értek vissza mondjuk, hogy a fundamentalista, a gyök, saját gyökereikhez ezek a vallások, és a visszatérés a gyökerekhez eleve olyan értékekhez tért vissza, amik nem a... a, a, a nem 2023 gyökerei, hanem vagy időszámításunk előtti 4-5 ezer évvel, 6 ezer évvel ezelőtti időknek a gyökerei, vagy pedig az iszlám esetében az időszámításunk utáni 7-8. századnak az értékei. Tehát ha visszatérsz, visszatérsz a gyökerekhez, akkor óhatatlanul visszatérsz azokhoz az értékekhez is, és akkor az, az, az valahogy nem felel, meg, az, nem felel meg a modern világ, nem mindig felel meg a modern világ értékeinek. Tehát és akkor óhatatlanul szélsőséges lesz. is leszel? mondjuk úgy, hogy a nyugati, a mostani 2023-ban ez egy időutazás. Tehát, hogyha visszatérsz a visszatérsz a, 8. század törzsi, arab törzsi társadalmának az értékeihez, akkor 2023-ban nagyon-nagyon szélsőséges embernek számítasz. Már csak azt veszük, hogy mi az, ami megengedett, és mi az, ami nem engedett meg egy férfi és egy nő kapcsolatában. Hány éves, kor, hány éves lehet az a nő, akit elvehetsz feleségül? Le, feleségül vehetsz egy 9 éves nőt manapság? Nyilvánvaló, hogy nem az időszámításunk utáni 8. században Arábiában ez teljesen elfogadott dolog volt. Beszéltél arról, hogy az Egyesült Államokat követték a problémák a közel-keletről és nem lehet csak úgy onnan oda bemenni, és csak úgy kijönni. De Európára is akkor azért ez igaz, hogy nem lehet csak úgy, nem most tudom, bement Európa, vagy bement csak jó régen, de hogy most, mint hogyha csőstől jönnének a problémák, meg az utóhatások a közel-keletről, nyilván elsősorban a migrációnak a köntösében. De Európa itt volt, tehát nem is olyan régen, a 19. század végén, a 20. század elején, a 20. század közepéig még aktívan jelen volt Európa a közel-keleten, főleg a francia és a, és a brit mandátumok területén. De nem csak ebből következik, nem csak ebből fakad az, hogy utána meglátogatják őket, különféle közelkeleti vendégek érkeznek hozzájuk millió számra, és utána hazahozzák a milliós eh, nagyságrendű családjaikat is. Tehát olyan országokba is érkeznek közelkeleti bevándorlók vagy gazdasági migránsok, akiknek nem voltak gyarmataik. És ennek egyetlen egy oka van. Egy társadalom, aminek, aminek nincs meg az a belső gerince, hogy azt mondja, hogy ez az én területem, én és becsülök mindenkit, mindenkit szívesen látunk, mint turista, utána pedig menjen szépen haza. Tehát a, aki nem képes ezt kimondani, az nem tudja megvédeni a területét. Tehát látjuk azt, hogy most ebből a gázai cirkusszal kapcsolatban az arab államok egy, egy szál gázait nem hajlandók befogadni. Tehát van ott 2,2 millió gázai, és vannak ilyen minimális humanitárius kvóták, tudom én ilyen, két számjegyük voltak, hogy ezek bemehetnek Egyiptomba orvosi kezelés, és utána pedig vagy tovább mennek, vagy visszamennek Gázába. De nem, nem, egyen, egy, egyetlen egy gázait nem akarnak letelepíteni. A másik szélsőséges példa meg Japán, hogy minden évben körülbelül 25-26 ember kap me politikai menedék, vagy menedékjogot Japánban, kap menekült státust Japánban. Ennyi. És ez miért van? Az azért, hogy a japánok képesek kimondani azt, amit a nyugat, nyugat nem képes kimondani, hogy kérem szépen, maga nem tartozik ide, maga nem állampolgár, szívesen látjuk, mint vendéget, és utána csukja be maga után az ajtót, és ne felejtse itt a kalapját meg a felöltőjét. Ez egy Egyet. szörnyű és szélsőséges álláspont, legalábbis európai mainstream szempontból. De, de ez volt az európai álláspont is ezelőtt húsz évvel, tehát a leg legmegdöbbentőbb dolog, hogy milyen hamar változnak az értékeink. Én még emlékszem Obama úrnak a, az első országlására, amikor a, a melegházasságokat teljesen ő, úgy kezelte, mint mint egy olyan fogalmat, amit teljesen felfoghatatlan, meg, meg szóba, se, szóba se jöhet ilyesmi mennyi időt el? 10 év, 15 év, és egy teljesen mainstream dologá vált mindannyiunknak a felfogásában. De ez csak mint egy példát mondok arra, hogy nem, akarok, nem foglalok állást se ellene, sem mellette, csak mint példát mondok, hogy milyen hamar változnak az értékeink. És ezek a dolgok, amikről beszéltünk, ezek voltak a nyugatnak az értékei nem sok idővel ezelőtt. Tehát a nyugat nem volt mindig ilyen befogadó, mint most. És a közel az értékei mennyire gyorsan változnak? azt hiszem, hogy sokkal, sokkal lassabban változnak. Ez egy nagyon hagyomány, hogy törzsi társadalom, és a, az élet ösztön az, hogy egy ember nem ember. Egy ember nem ember. Tehát egyedül senki nem tud túlélni a sivatagban, szüksége van a törzsre. És ahhoz, hogy a törzs, a klán együtt maradjon, az be kell tartani a, a norm, ragaszkodni kell a normákhoz, ragaszkodni kell a, a szabályokhoz, a szokásokhoz, lojalisnak kell lenni, a lojalitás nagyon-nagyon fontos dolog, a, 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 az idősebbek, meg az ősök tiszteletén nagyon-nagyon fontos érték, és ezek azok a dolgok, amik, amik hozzásegítik a ezeket a társadalmakat ahhoz, hogy hogy bármilyen bármilyen erős szélben megálljanak. Mert, mert összezárnak, és nem az a, nem az a reflex, hogy, hogy, akkor mindenféle új gondolatot kipróbálunk és kísérletezünk velük, hanem eleve a, 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 visszatérés a gyökerekhez, vagy a ragaszkodása meglévő állapotokhoz, ez, ez biztosítja a törzs túlélését. 2023 a közelkeletnek a megerősödése, vagy gyengülésének az éve így visszatekintve? Én azt hiszem, hogy a közel továbbra is egy óriási erődeficitben szenved. Az amerikai, a terrorizmus elleni hosszú amerikai háború gyakorlatilag kibelezte a közelkeletnek a szívét. Megsemmisítette a mezopotámiai két erős államot, Irakot és Szíriát, gyakorlatilag felszámolta azt a politikai, meg katonai erőt, ami ami ott létezett, maradt két gyenge és nagyon labilis állam, és evel fölborult az egyensúly a közel -keleten. És lehetővé tette, hogy a, a, a nem arab befolyás betörjön sokkal erősebben a közelkeletnek a szívébe, és ezt a, az arab társadalmak, vagy az arab államok egyfajta ilyen imperializmusként, vagy gyarmatosításként élik meg, még akkor is, hogyha gyarmatosítók a szövetségeseik. Tehát a feszültség arabok és perzsák, vagy arabok és törökök között az továbbra is megvan. De ezt a feszültséget, mint hogyha most elfetni ősztől kezdve az izraeli és Hamas konfliktus. Ez teljesen így van, ami az utcát illeti. Tehát a, a, az arab utca, a közel utca azon, lett, azon nevelkedett már több emberöltő óta, hogy van egyetlen egy probléma, ami alá mindent be lehet seperni. A szegénységet, az elnyomást, a politikai szabadságok hiányát, a, 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 a mindent. Mindent be lehet az, az alá seperni, a mukauamá, hogy mondják, az ellenállás. Mi ellenállunk. Mi ellenállunk. Ellenállunk ellen? ellenállunk a nyugat ellen, és Izrael a nyugatnak az avatárja és mi ellenállunk. És azért nincs demokrácia nálunk, mert ellenállunk, és azért nincs demokrácia, mert, mert ellenállunk, és azért nincs gazdagság, mert ellenállunk, és azért nincsenek női jogok, mert az ellenállás fontosabb, és így tovább. És ez alá söpörtek be mindent. És az utca erre van kondicionálva tulajdonképpen. Ami az eliteket illeti, teljesen más a helyzet. A, az arab világban, legalábbis a status quo államokban a, a, az, elitek azt akarják, hogy a Hamas eltűnjön innen. Tehát olyan államokról van szó, amik a, a, muszlim testvériséget, amelyik a, a, amelyikhez a, a, a gázai Hamas is tartozik, meg, meg, a, a meg Erdogan úrnak a pártja is tartozik, ezeket törvényen kívül helyeztek, mint terrorszervezetet. Tehát Egyiptomban, meg Szaudarábiában a muszlim testvérek mozgalma az, az terrorszervezetnek számít. Ellenállás. Ez volt a kult szó, talán, amit mondtál, hogy ez az attitűd, az utcai attitűd. És akkor ez egy, válaszreakció a nyugatra, vagy pedig ez azért inkább összekapcsolódik a kulturálisan történelmi hagyományaiban a közelkeletnek a világával. Ezek kiegészítik Ezt... egymást, vagy ezek párhuzamosan élnek? ezt modern magyarsággal ezt úgy mondják, hogy ezek hatalomtechnikai hatalom eszközök. Tehát van két ilyen fő hatalomtechnikai eszköz a közelkeleten, az egyik a mukawama, az ellenállás, a másik pedig a, 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 a konteok, a konspirációs elméletek, az összeesküvés elméletek. A, min, a, minél több konspirációs elmélet virágzik egy adott társadalomban, annál inkább a jele annak, hogy a társadalom tagjai hatalom nélkülinek érzik magukat, nem tudják befolyásolni, nem értik, vagy nem nem tudják befolyásolni a mechanizmusokat, az eseményeket, amik történnek, és, és ezt meg és úgy, így, így tudják csak megmagyarázni a történéseket a maguk körül, az őket körülvevő világban, hogy vannak összeesküvések, és akkor nekünk ellen kell állnunk. És akkor ezeket az összes különböző összeesküvéseket szítja a hatalom, és ö, 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 fölhasználja a másik, a, másik ilyen, ilyen jokert, amiről beszéltünk a, a ma, az ellenállást. Tehát az összeesküvés elméletekre te hatalom technikai eszközként tekintesz? Is. A hatalom épp úgy kihasználja őket, mint az ellenzék, és ezek spontánul is keletkeznek. Nem hatalomtól örök. függően kérdezem ezt, hanem csak mint jelenség, hogy ez egy, ez egy, eszköz. Abszolút, és, de nem, ez nem csak vigyázz a Vigyázz, előtt... mert most már európai és amerikai szempontból is kérdezlek erről a kérdésről. Ja, nagyon szívesen. különben láttam, én, még emlékszek a gyerekkoromban, a régi kommunista Romániában, ott is használtak ilyen összeesküvés elméleteket, hogy hatalomtechnikai eszközként. Igen, egyértelműen. És akkor amit most látunk a világban, nyugati világban, akkor inkább így fogalmazok. Egyesült államokban, de Európában is, hogy az elmúlt időszakban ezek az összeesküvés, különböző összeesküvés elméletek meg sokasodtak és megsokszorozódtak, akkor ez azzal van összefüggésben, amit mondtál, hogy a társadalomnak a gyengeségét, meg a politikának a gyengeségét, vagy a hatalomnak a gyengeségét mutatják. A demokráciának a gyengeségét mutatják. Tehát Abban a pillanatban, amikor én, mint európai állampolgár nem vagyok képes a, szavazat, a szavazataimon keresztül, vagy a politikai cselekvésemen keresztül, nem vagyok képes befolyásolnom a, a, azt a politikai környezetet, amiben amibe élek, és, ugye, és a döntéseknek a nagy része nem is a politikai porondon történik, hanem adminisztratív, vagy jogi, vagy, vagy hasonló porondokon történik, van egy ilyen depolitizáció, akkor valahogy meg kell magyaráznom, hogy miért történik ez, és akkor ezért, ezért öntjelem a magyar médiát is és azokat a médiákat is, ahol én szerep, szereplek, ez, ezek, a, ezek a tartalmak a szabadkövűvesekről, meg több hasonló ilyen dolog. Számomra ez egy szimptoma. Tehát én nem, 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 nem eh, vádolok itt senkit, én csak azt akarom mondani, ez egy aggasztó szimptom, amikor az ember keresi ezeket, a, ezeket, a, ezeket az összeesküvés elméleteket, hogy megmagyarázza a világot maga körül, akkor ez egy igen aggasztó szimptomája annak, hogy, hogy a mechanizmusok nem jól működnek. Akkor te azt máshogy kérdezem akkor te nem úgy gondolkodsz, hogy a világot egy a háttérhatalom és a szabadkönyvesek irányítják titokban? Hát én lehet, hogy van háttérhatalom, de nagyon ott van a pofánkban, mindig ezt szoktam mondani. Tehát ennyire, ennyire, ennyire még soha nem volt előtérben. Tehát mindenütt beleütközel a háttérhatalomba. Próbálj meg valamit posztolni a, 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 Facebookon, és ott, ott a képet beletiltanak. Tehát szerintem itt nincs semmiféle háttérhatalom. Tehát teljesen szemérmetlenül ott van az arcunkban, ott vannak az arcunkban ezek a mechanizmusok. Az egyik a Big Tech például, hogy mennyire képesek voltak az amerikai elnököt, most teljesen mindegy a személy, személytől függetlenül. De az Egyesült Államok elnökét, a leg, legerősebb embert a világon képesek voltak letiltani a Twitterről egy administratív döntéssel. Tehát én, ezek azok a dolgok szerintem, amiket am, 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 amik, amik mások talán háttérhatalomként látják, de valójában teljesen szemérmetlenül és pimaszul ott vannak az arcodban. De közösségeket, vagy ilyen politikailag, meg egyéb más szempontból összetartó közösségeket viszont nagyon könnyű ezekkel az összeesküvés elméletekkel egyben tartani, meg radikalizálni, nem? Mert ezek az emberek keresik egymást társaságát, keresik ezeket a tartalmakat, egymástól hallgatják és egyetértenek. Én, én ezt másképp mondanám, én ezt úgy mondanám, hogy a legnehezebb a, azokat a, a, nagyon szoros törzsi vagy, vagy klán, Klán, vagy klánszerű társadalmakat, azokat a legnehezebb így befolyásolni. Kiket lehet így befolyásolni, akiknek nincsenek meg ezek a organikus társadalmi kötelékei, hanem, hanem szabadon lebegő atomok, és ezek az összeesküvés elmélete képezik közöttük a, a kapcsot. És akkor találkoznak a közösségi médián, ott keletkezik egy ilyen virtuális klán, egy virtuális arab törzs, és a, a forrás, amiből isznak tulajdonképpen, az nem egy forrás és nem egy kút, hanem ez az összeesküvés elmélet, és ez az, ami összeköti őket néha kontinenseken, átível. De hogyha ezeknek az embereknek lennének élő emberi kapcsolataik, egy csoporthoz tartoznak, egy közösséghez, eh, akkor, akkor, sokkal, ne, sokkal, sokkal nehezebb lenne ezeknek a, a ezeknek a, a, mondjuk ezeknek a virtuális eszméknek betörni, a, betörni az elméjükbe. Tehát ott már lenne egy tartalom, lennének értékek, lennének, lenne egy, 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 egy morális, morális, világrend, egy abszolút mérce, de nincs. Nincs, és akkor nagyon, fontos, akkor nagyon fontos szerepet töltenek ki ezek, meg megalapítják ezeket a virtuális törzseket. Érdekes, amiket mondasz, nem tudom, hogy valaha beszéltél a nyilvánosság előtt ezekről a kérdésekről. Nem soha különben, van egy pár húzam, hogyha megemlíthetem István. Parancsolj. Nagyon érdekes, a közelkelet világában is van egy fogalom, amit úgy hívnak, hogy a HILF. Mi a HILF? A HILF az egy törzs szövetség. Az gyakorlatilag a számkivetettekből keletkezett virtuális törzs. Nagyon-nagyon érdekes dolog. A törzs az egy organikus dolog, van egy genetikai kapcsolat rokoni szálak fűzik össze őket. És akkor néha vannak mondjuk egy mocsárba, ahol papírusz mocsárba, ott összeverődnek különböző számkivetettek, tudom én, e, e, megesett lányok, katonaszökevények, tehát ilyen figurák, és akkor ezek alapítanak egy törzset. És ez a törzs, ez egy ilyen virtuális törzs, nincs közöttük vérkapcsolat legalábbis az elején, alakítanak egy ilyen virtuális törzset. Na ezek a modern nyugati társadalmakban is ilyen, ilyen hilfek kezdenek kialakulni, ilyen virtuális modern törzsek kezdenek kialakulni. Volt egy másik gondolatod, amit elejtettél, amit nem tudom, hogy jól értettem, mert hogyha visszakérdezek még 15 perccel ezelőtt, csak akkor a beszélgetésünk nem ebbe az irányba hatott, és én sem gondoltam, hogy ilyen irányt vesz a beszélgetésünk, de én erre örülök neki, aztán tényleg reméljük, hogy a nézők, hallgatók is örülnek majd ennek a, az iránynak. Ez pedig az, hogy ha jól értettem, akkor te kritikával illetted azt a gondolkodásmódot, amely szerint a történelmnek van egy egyértelmű iránya. Jól értettem ezt? Igen, abszolút. Tehát ez egy ideológia, ez egy ideológiai konstruktum. Tehát nem, ez, ez egy olyan dolog, csak, ami csak a mi fejünkbe létezik. Csak a mi fejünkbe létezik, a mi képzeletünkben létezik. Nincs egy mérhető mennyiség a, 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 a világegyetemben, amit a történelem irányaként lehet fölmutatni, vagy valamiért. A gravitációnak van egy iránya, tudjuk, hogy mert a dolgok nem fölfelé esnek, hanem lefelé A történelemben nincs egy ilyen mérhető mennyiség. Tehát lehet, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a, a, a Fukuyama gondolta, hogy a liberális demokrácia az a az a proféták pecsétje, mondjuk úgy, hogy egy iszlám kifejezést használ, a proféták pecsétje, és akkor ezután minden, ami jön, az csak eretnekség lehet. De vannak társadalmak, amik nem így gondolják. És elárulom azt is, hogy volt nagyon sok ilyen, nagyon sok ilyen politikai ideológia létezett a múltban, akinek a követői biztosak voltak benne, hogy ez a proféták pecsétje, és akkor minden, ami ezután jön, az eretnekség, és minden, ami előtte volt, az barbárság. Tehát ezek nem új gondolatok. De a legtöbb kultúra, vallás, vagy inkább azt mondom, vallási kultúra, azért alapvetően ilyen elemekből építkezik, nem? Hogy ö, akár a kereszténység, akár a zsidóság, akár egyébként a muszlim, hogyha már csak a közel maradunk, hogy ebben a mikrokörnyezetben próbáljuk értelmezni a dolgokat, hogy a történelmnek van egy iránya, egy menete, csak hát nyilván a zsidó-keresztény az sok szempontból közelít egymáshoz, vagy hasonló, a, a muszlim meg nem. Ez teljesen így van. Minden vallás és a szekuláris vallásokban is látjuk azt, hogy van egy történelemnek van egy teleológiája, van egy iránya, van egy iránya, van egy fejlődés. A marxizmusban is látjuk ezt a spirális modellt. Tehát ez, 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 ez a vallásokban megvan. Én csupán azt, arra céloztam, hogy ez egy, ez, ezek ideológiák. Ez egy ideológiai konstruktum, ez, ez nem, egy, nem egy mérhető fizikai mennyiség a világban, a történelem iránya. Azt akkor elgondolom majd megítélni, hogyha valamelyik irányba következik, és visszatekint az ember. Így gondolod? Én azt hiszem, nem, elsősorban azon múlik, hogy mik azok az értékek, amiket fontosnak tartunk. Tehát az antropológusok megállapítottak, ha jól emlékszem, hat alapértéket, amik minden civilizációban megvannak. Az egyik a, a törődés, a másik a, a szabadság, a harv, tekintélytisztelet, tisztaság. stb. Van egy, van egy sor ilyen, van egy sor hat ilyen érték, nem vagyok benne biztos, hogy tudnám idézni mind a hatot, és nagyjából ezeknek a, a a, a koktél, hogy, hogy, hogy milyen sújtadunk, hogyan keverjük ezt a hat értéket, milyen sújtadunk a különböző értékeknek, ez alakítja ki a, egy vallásnak, vagy egy vagy ideológiának az arculatát. És vannak ideológiák, amikben egyetlen egy érték van, amelyik érvényesül, ezek általában nagyon szélsőségesek, nagyon, nagyon veszélyes ideológiák. Hogy azt mondják, hogy egy érték van, ami mindennél fontosabb, és minden más lábbal tipornak ezért a, a dologért. Például klasszikus példa ez, a, ez a, a törődés, a care, hogy annyira aggódok a különböző elnyomottakért, a tudom én, a különböző kizsákmányolt áldozati csoportok köré, ezért hajlandó vagyok minden más jogot, a szabadság értéket. az is egy ilyen alapérték, a szabadság értékét is haj, hajlandó vagyok lábbal tiporni. Ez a vok mozgalomnak az alapgondolata tulajdonképpen. Hogy annyira, annyira, fáj a szívem valakiért, hogy hajlandó vagyok mindenkit megölni fájdalmamban, ami valami ilyesmi. Nem gondoltam tényleg, hogy ennyire ideológiai, meg elméleti irányba indulunk el, a, <gül> <gül> vagy ágazunk el a beszélgetés során, de azért én élvezem, és picit, picit azért próbálok visszafelé térni itt a, az évértékelőre, de még maradva ennél a, a nagy gondolatok szintjénél, hogy azért itt Európában, a világnak a nyugati felén, azért ez az időszak mindig az évértékelő, hogy az emberek így visszatekintenek és elgondolkodnak azon, hogy akkor mi volt, mi lesz. Ez a közel ami sok szempontból. Kultúrá és vallási szem okokból más időszámításban is gondolkodik, vagy más időszámításban is értékeli a valóságot. Mondjuk akár egy zsidó kultúrkör, ott mennyire domináns ez a visszatekintés ilyenkor, vagy az inkább máskor van? A zsidóknál ez teljesen egyértelmű, pont tudjuk pontosan, hogy mikor van. Van ez az időszak a, a zsidó új év és a jomkipur között, van tíz nap ami lehetőséget ad arra, hogy, még egyszer átgondold a dolgokat. Tehát nyilvánvaló, hogy az új év, az új évhez közeledben már elkezded a, 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 ezt, a, ezt, a, fajta e, e, végelszámolást avval az évvel, hogy hol voltál jó, hol cselekedtél helyesen, hol nem cselekedtél helyesen, mik azok a dolgok, amiket az új évben megpróbálsz másképp, e, másképp csinálni, és akkor utána van még tíz nap kegyelmi idő jomkipúrik. Tehát jomkipúr az az utolsó időpont, az a, az a szakadék. Tehát addig kell a, ezeket a, ezt, ezt a, a, morális számládat, addig kell rendbehoznod, és akit megbántottál, elnézést kell kérned, bocsánatot kell kérned tőle, meg ezeket a dolgokat rendezni kell. Tehát kaptál még tíz nap kegyelmi időt, mondjuk hogy Ez ez mondjuk a judaizmusban. Az iszlámban ez azért nagyon-nagyon érdekes, mert a, 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 a hijri, az iszlám naptár, az egy holdnaptár. A, a zsidó időszám, a zsidó naptár, az a nap, nap és a holdnaptárnak a keveréke, az iszlám pedig, az iszlám naptára pedig egyértelműen egy holdnaptár. Ezért a, a, az ünnepek vándorolnak, tehát néha a ramadán nyára esik, néha pedig tavaszra esik. Az új év is néha a, az évnek az egyik vagy a másik időpontjára esik, és akkor nincs meg mindig ez a, ez a fixáció, hogy mikor kint hó van, és akkor a karácsonyfán, hogy billognak a, a fények, akkor kezdek el gondolkozni a, arról, hogy a jövő évben le kéne fogynom miközben beszed a mákos Báiglit, igaz? Tehát van egy, ilyen, van egy ilyen setting a kereszténységben, a judaizmusban is, az iszlámban ez állandóan, ez ilyen cikl, ez állandóan változik, vándorolnak az ünnepek. De ugye december van és azért ilyenkor, hogy a Mikulás már volt, de hát ilyen sok nyugati kultúrkörben azért még jön, vagy még ez után jön, és hát az emberek azért el, átgondolják, vagy most a gyerekek, vagy a gyerekek szülei, hogy ki volt jó, és ki volt rossz. Hm. Én most egy, egy ilyen furcsa elvont évértékelőre <laughs> invitálnálak téged geopolitikai szempontból, nagy nagyhatalmi okay. szempontból, hogy te hogy, egy nagyhatalmi számvetést, hogyha teszünk, lehet-e mondani, hogy ki volt jó, vagy ki volt rossz, vagy ki hogy viselkedett, és most már nem csak közelkedett szempontjából, hanem nagy nagypolitikai szintéren mondjuk úgy, hogy a jót azt úgy értelmezném, hogy ki volt az, akinek sikerült növelni a politikai hatalmát, politikai befolyását, és nem a, a jót nem a morális szögből próbálom megközelíteni. A mafia János hogy... megközelítés. Hát de így gondolkodok, te soha, soha, nem hallott tőlem sem, sem, semmilyen más meggondolást evel kapcsolatban. Tehát ez, én így látom a nemzetközi rendszert, így, így elemzem a dolgokat. A magánéletemben nem így élek, de az teljesen más dolog. Tehát aki nem tud különbséget tenni, nem tudja szétválasztani a két tényét, mint elemző és mint magánember, az szerintem de annak, annak igen nagy problémája. De az Tehát európai én... politikusok mintha így élnének, hogy nem? Én azt hiszem, hogy, hogy Vannak élnek, elveik, igen, nem... és azt követ, vagy próbálják a politikában, a nyugat-európai politika, legalábbis maga a brüsszeli politika ezt érvényesíteni. Én inkább fordítva mondani, mondjuk, hogy vannak elvek, vagy vannak, vannak ideológiák, amik birtokolják ezeket az embereket, de rabszolgát, bekötötték őket az istálóba, és akkor uralják, és lovagolnak a hátukon, mondjuk, úgy, mint a boszorkány a, a, tehát a, 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 az úrit az ideológia. Az ember csak ö, olyan, mint egy, mint egy lárva, amiben ugye, vagy mint egy ilyen, tudom én, azok a bogarak, amikben vannak darazsak, a lárvaikat beléjük helyezik, és, ö, és akkor ott, ott nő ki a darázsa annak a másik bogárnak a testében. Lehet, biológus van a közönségben, akkor ne vágjon fejbe. E, ezért a leírás. De van egy, van egy ilyen furcsa szimbiózis, hogy gyakorlatilag a, a növekvő bogár megeszi, a, megeszi azt a testet, ami bele van fecskendezve, tehát én fordítva látom a dolgot. Itt az ideológiák birtokolják az embereket, és nem fordítva. De mi is volt a Kemény kérdés? Vagy mellett... a, a, igen, nagyhatalmi számvetés. Ak ja, akkor, igen, ma, igen. akkor maradjunk a, 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 ja. a jéghideg geopolitikai megközelítésednél, ja. meg makiaveriáns megközelítésednél. Biog... Ki volt, ki rossz. <laughs> igen, mint biológus biztos nem élnék meg, az egyértelmű. Igen, már kiderült. De ezt, már, ezt már kiderítettük, hogy biológus nem nem, nem keresné meg a kenyeremet. Tehát aki, aki Ki volt jó? A, 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 aki jó volt szerintem, Kína, abszolút jó volt ilyen szempontból. Jó, nem, nem jó volt, hanem hatékony volt, mondjuk használjuk inkább ezt a kifejezést. Kínának sikerült növelni a befolyását. Oroszországnak nagyon számottevően sikerült növelni a befolyását, sokkal inkább, mint Kínának. És nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy pont ugyanazokat, vagy szinte ugyanazok a dolgok, amik a nyugaton Oroszországot gyűlöletesé tették az igazhívők szemében, ott a Közelkeleten csupán növelték Oroszországnak az ázsióját. Még azok is, akik nem értettek feltétlenül egyet azokkal a lépésekkel, amiket Oroszország tett, imponált nekik először is az, hogy betett a nyugatnak, betartott a nyugatnak. A másik az, hogy ez, 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 ezek a macsó virtusok, amiket Putyin elnök személyében is megnyilvánulnak, ezek nagyon vevők a közel -keleten. Tehát az, hogy tudom én, megjelenik Trudó úr a gyönyörű hajkoronájával, hát most mit mondjak? nem akarok veszélyes vizekre vezetni, de nem, nem, nem egy ilyen macsó dolog jut róluk eszembe. Tényleg nem akarok durva dolgokat mondani. Tehát látjuk, hogy ezek voltak a, azok voltak a hatékony hatalmak. A nem hatékony hatalom az, az egyértelműen az Egyesült Államok volt, és ez igen, igen szomorú, de rengeteget vesztett a befolyásából a közel-keleten, és ne értsük félre a dolgokat, ez a fajta makogó, két nyelven beszélő, ugyanabból a szájból hideget és meleget fújok támogatás, amit Izraelnek adnak, ezt ezt nagyon figyelmesen nézik azok az arab államok, akik, amik most eltűnődnek azon, hogy kikhez kössék a sorsukat. Az oroszokhoz, vagy az amerikaiakhoz, Kínához, vagy az amerikaiakhoz. Tehát ez, ez nem, ez lehet, hogy belpolitikailag ez nagyon fontos a Biden adminisztráció számára, hogy a... a, a a, mondjuk úgy, hogy a virsli mind a két végét rágják, de a, a, kifelé külpolitikailag ez igen rossz üzenet. Ez kétszínűségnek tűnik, és kettős üzeneteknek tűnik, és nem, nem, ad egy olyan érzést, hogy, olyan, hogy Amerika egy olyan patronus, akiben meg lehet bízni. Most bocsánat, erre vissza kell, hogy kérdezzek. A, a, jól értem, és jól értem-e azt, hogy a, azt mondod, hogy az arab országok, amelyek alapvetően nem szívlelik Izraelt, és egy részük, vagy a társadalomnak egy része inkább így fogalmazok, talán még örült is, vagy legalábbis a hírekből el lehetett következtetni, örült is annak, hogy történt egy terrorcselekmény. Hogy ezek az országok közben meg elkezdenek amiatt aggódni, hogy az amerikaiak nem állnak ki Izrael mellett eléggé? Én azt hiszem, hogy ezt a gyűlölet dolgot ezt nyugodtan félre lehet tenni. Abból kell kiindulni az iszlám politikai filozófiájában minden olyan helyzet, hogy, hogy a, a, a a muszlimok nem uralkodnak zsidókon vagy keresztényeken, az egy, az egy, az egy hiba. Az egy műszaki hiba. nekem nem így kéne működnie. Tehát a, 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 használati utasításban nem ez szerepel. A használati utasításban nem ez szerepel. Tehát ezt félre lehet tenni, tehát eleve kapcsolatban van egy ellenérzés, hogy nem így működik a világ. De ugyanakkor pragmatikusan gondolkozva minden ilyen arab állam, amelyik a erődeficittől vagy hatalom szenved, azt akarja, hogy legyen egy erős patronusa. És e, ilyen szempontból, hogy, hogy, a, hogy a, hogy a szövetségesei megerősödjenek, és az ellenségei meggyengüljenek. Ez nagyon egyszerű. Tehát nem úgy gondolkoznak, mint egy átrak progresszív vagy Obama elnök például, hanem úgy gondolkoznak, mint egy normális ember. Azt akarják, hogy a szövetségeik erősek legyenek, az, az ellenfeleik meg, a gy meg gyengék legyenek. A szaudi monarchia nem Izraeltől fél, hanem a muszlim testvériségtől. Abdel Fattah al-Sisi Egyiptomban, és a katonai hunta, amelyik Egyiptomban uralkodik, nem Izraeltől fél, hanem a muszlim testvériségtől fél, hogy megpucsolják őket. E és ez igaz, igaz a Jordán királyra, a Jordán diktátorra is, akit mi királynak nevezünk, ez a Jordán királyra is igaz. Tehát ez, ez, határozza meg a viszonyukat az Egyesült Államokkal szemben és Azt akarják, hogy az Egyesült Államok egy erős, megbízható szövetséges legyen, hogy aztán rá lehessen támaszkodni. De Tehát akkor azt ezt akarja a az. Legalábbis én nem azt mondtam, hogy nem az a cselekedeteiben, jó dolgokat cselekedett az Egyesült Államok. Viszont a kommunikációja, ez a, ez a két nyelven beszélő kommunikáció, mivel megpróbálja a Biden adminisztráció kibékíteni a, a szélső balos ellenzékét a saját pártján belül, ez, ez, ez ilyen double speechnek, ilyen kettős beszédnek tűnik a közelkeleten. Még akkor is, hogyha az arab politikai elitek teljesen megértik, hogy ez, ez belső használatra van, és ez belpolitikai fontos, mindent megértenek. Viszont mikor, amikor az egyik ilyen arab uralkodó kiáll a elé, és akkor azt mondja, hogy szükség van amerikai bázisokra, királyság, Belül, azért, hogy megvédjenek minket, akkor azt mondják nekik az emberek, ezeket a, ezeket a, 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 a kofárokat, ezeket a, 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 az eretnekeket hozod ide, és még meg se fognak téged védeni. Ide hozol egy, 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 halom eretneket a, 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 szokásaikkal, meg az asszonyaikkal, meg az alkoholjukkal, meg se fognak minket védeni, néznek, hogy beszélnek Izraelről legalábbis egy részük. Tehát ezt kell megérteni, hogy árgus szemmel figyelik azt, mert a túlélésük múlik rajta. És diktátornak lenni az arab világban is teljesen, de hogy királynak hívnak, vagy elnöknek, vagy bármilyen, nem egy modell. Tehát nincs nyugdíj, tehát nincs, nincs, nem fizetsz be nyugdíj alapot. Ez ennyire lecsapódik egy átlagember gondolkodási szintjén is, ha amennyiben igen, akkor ez amúgy is lecsapódna, vagy ez a közösségi média miatt csapódik? Hát ez lecsapódik elsősorban a, a, a a belső politikai ösztönét, vannak van egy politikai kultúrájuk, és ez kreál nagyon egészséges politikai ösztönöket. Akiknek nem voltak jók az ösztönei, ezek a törzsfejlődés során már, 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 kivetődtek a, a gén, az emberi génkészletből, már, nincs, már rég nincsenek velünk, hanem a, a temetők né, népes táborát gazdagítják, tehát már rég nincsenek velünk. A, 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 a politikai ösztönök az, egy, az, a túlélés eszköze a közelkeleten. Tehát ez az egyik dolog, a saját ösztöneiken keresztül szűrődik le. A másik, a, az El Jazeera és a vele konkurens más arab csatornák is mindent megtesznek, hogy ezeket a dolgokat fölerősítsék a saját érdekeik szerint. Tehát ezek a, ezek a médiaorganumok gyakorlatilag az illető államoknak egy, egy úgyhogy van úgy, hogy van légierejük, vagy egy ilyen propaganda fegyvernemük is. Katárban ezt Elja Zirának hívják, El-Arabianak, El és így tovább. De, de ezek nagyon-nagyon komoly szervezetek, és hogyha valaki elmegy Katárba és megnézi a, a a, a, az El a fő hadiszállását, nem az, nem az jut róla eszébe, hogy, hogy, ez a BBC vagy a CNN, hanem ez úgy néz ki, mint, a, mint tudom én, a katonai hírszerzésnek a bázisa. Tehát fegyveresekkel védett, meg minden látszik, hogy mennyire fontos a monarchiának. Tehát ez, ez, még egy olyan dolog, ami súlykolja a közvéleménybe ezeket a két tegyeket. Egy fél gondolatot Katáról azért ejtsünk meg, mert többször érintetted a Harstér című műsorunkban is, és nem feltétlenül pozitív kontextusban ami azért izgalmas, mert az ember a Katarra gondolt az elmúlt időszakban, akkor mindig egy olyan asszociáció jött benne létre, hogy egy gazdag közel ország, ami alapvetően békés ország, és hogy európai szempontból, akár izraeli szempontból is nincs túl sok látnivaló. Aztán ugye te utaltál már izraeli szempontokra, amit majd szeretném, hogyha elmondanál, vagy kifejteni részesebben, de európai szempontból megtalálkoztunk egy érdekes jelenségen, amit sikerült, a szőnyeg alá söpörni, ez a katargét botrány az Európai Parlamentben, ami pillanatokon belül eltűnt, és hát még mindig sok a kérdés. Katar, te milyen szereplőnek tartod most a jó és rossz értelemben, a hatékony, nem hatékony értelemben? Katar, Katar nem jó és nem rossz. Katar egy kis királyság, egy igen kis játékos a közel-keleten, és megpróbálja megvédeni magát azokkal az eszközeikkel, amik a rendelkezésére állnak. Katarnak nincs egy óriási hadserege, nem lehet az egész társaság körülbelül 300 ezer ember, és ebben benne van a, 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 az éjjel is, meg az őrkutya is bele, szám, be, bele van számítva a 300 ezerbe. Őket kiszolgálja körülbelül két és fél millió modern rabszolga, ilyen vendégmunkások, akiknek semmilyen joguk és semmilyen státuszuk nincs Katárban, de gyakorlatilag nincs egy nagy hadseregük. Ami, milyen van Katárnak? Van pénze, és ezen a pénzen kitalálták azt, hogy a, a puha erőnek a leghatékonyabb eszközét fogják kiépíteni talán az egész világon, és ezt úgy hívják, hogy az El Jazeera. Egy médiaorgánum, gyakorlatilag egy propaganda orgánum, nagyon profint van összerakva, megvették a legjobb nyugati szakértőket, hogy segítsenek neki kiépíteni ezt a, ezt a, a, ezt a hangszórót, ezt a megafont mondjuk, hogy ezt a hangszórót. Ez, és gyakorlatilag olyan befolyást gyakorolnak az arab világ, nem csak, és nem csak az arab világban, hanem az egész világban a, 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 az arab kisebbségek, vagy muszlim kisebbségeken keresztül, hogy meg tudnak buktatni közel-keleti uralkodókat, pusztán abból, hogy föltüzelik a tömegeket ellenük. Tehát volt egy ilyen szerepe az El-Jazirának mondjuk az arab tavaszban is, és ö, ö, a, ez volt az első média organum a aminek a működése szinte háborút robbantott ki Szaudarábia és Katár között. Katár sokáig egy blokkád alatt volt a, az arábiai félsziget többi állama által, még olyan gondolatok is voltak, hogy ásnak egy ilyen egy, egy árkot, és leválasztják, szigeté, ezt a félszigetből egy szigetet csinálnak, hogy elszakítsák őket, és az egyik az egyik dolog, ami állandóan ott van az asztalon, amikor nyomást gyakorol Szaudarábia Katárra, akkor azt követelik tőlük, hogy zabolázzák meg a, ezt a propaganda fegyverüket. És ezt a propaganda fegyvert Katár nagyon-nagyon hatékonyan használja a pénzével együtt a nyugati világban is. Nincs itt most velünk Anton, hogy ellensúlyozza a véleményedet Oroszországgal Igen. kapcsolatban. Ugye azt mondtad, hogy uh, Oroszországnak 2023-as számvetése egy pozitív, mert hogy erősödött a befolyása a világban. Feltételezem, hogy ő rögtön ellensúlyozna ezt az álláspontodat. Viszont uh, egy szereplő van, a, a, amit nem érintettél, és nem tudom, hogy tudatosan nem érintette-e, de nem engedlek ki ebből az utcából most, ez pedig Európa. Azt hittem, azt hogy fontos szereplőkről beszélünk. Kemény vagy. Akkor <laughs> ezek szerint ennyire nem tartott fontosnak Európát? A, a tagállamokat nagyon is fontosnak tartom. Én azt hiszem, hogy a Nagy-Britannia és Franciaország masszív hatalmak még mindig. Tehát bármennyire megpróbálták kiherelni saját magukat, a saját katonai erejüket, a nukleáris csapásmérő erejüket, ezek még mindig nagyon számottevő hatalmak a világon. De a, a, az, ha Európáról, mint egy unióról, mint egy ilyen protoállamról, vagy egy kialakulásban lévő államról beszélünk, akkor ennek a konstrukciónak nincs egy valódi súlya. Nincs egy valódi súlya a. a a világban mondjuk úgy. Tehát most a húszik elkezdtek kalózkodni, ott a Babelmandep környékén nem az Európai Unió hadihajói hajóztak oda, hogy, hogy lelőjék ezeket a húszi drónokat meg rakétákat, hanem a britek hajói, vagy a franciák hajói. Tehát ilyen szempontból én, én, én nem látom Európát, hogy mondjam, egyszerűen nem, egyszerűen nem látom Európát, és kész. Itt pont ki kell tenni a pontot a mondat végére most folyik a verseny az Európai Bizottság elnökségért már talán, vagy a könyöklést meg az előkészületek folynak. De hát úgy érzem, hogy te nem szállsz be ebbe a versenybe ezekkel a gondolatokkal. Ja nem, én, én, valamikor nagyon, nagyon, föl volt, nagyon lelkesedtem az európai gondolatért még a 90-es évek elején, meg is rendeltem Robert Maxwellnek ezt a ezt, a, ezt, a, ezt az újságát, nagyon benne voltam a dologban, viszont ahogy a, a projektnek a célja elkezdett megváltozni. És látom, hogy egyre inkább egyfajta ilyen új Habsburg monarchiát, vagy új oszmán birodalmat akarnak kialakítani egy, egy az államoknak, a szabad nemzetállamoknak a szövetsége helyett, annál, annál inkább úgy gondoltam, hogy ez nem, 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 egy túl jó ötlet, és ennek sírás lesz a vége. Tehát azt, mondod, hogy megváltozott ennek a projektnek a célja? Nem csupán az eszközök, vagy a, az út változott? A, én Először is elolvastam a Maastricht-i egyezményt, nem tudom, mások elolvasták-e, és én, nem, igen. nem, nem este. Egyetemen a... muszáj volt. Hát, ny igen, nyilvánvaló, de hogyha kriti a kérdés az, hogy kritikusan olvassuk el, vagy, vagy úgy, mint a, mint, mint, mint a hiszek egyet. Hát egy kicsit kritikusan olvassuk el, és föltesszük azokat a kérdéseket, hogy mik azok az értékek, amiket biztosít. Tehát mik azok a jogok, amiket biztosít. Mik azok a kollektív jogok, amiket a Maastrichti Egyezmény az akkori. Nem beszélek a mostani eh, progresszív európai vezetésről, hanem már akkor az alapító dokumentum biztosít. Látjuk, hogy túl sok kollektív jogokat, nem, jogot nem biztosít a Maastrichti Egyezmény viszont biztosítja a migrációhoz való jogot már akkor. Tehát ezt el lehet olvasni, lehet vitatkozni, ha akkor akarod, egyszer leülünk és kielemezzük egy ilyen beszélgetés keretén belül mondatról mondatra, mit gondolunk minden egyes mondatról. Igen, igen, abszolút. Nekem nem tűnik a demokrácia fákjavívőjének először is ez dokumentum. A, a másik dolog pedig az, hogy semmilyen a kollektív, ért, kollektív jogokat semmi semmilyen szinten nem tartja tisztában. Van egy ilyen homályos megjegyzés, hogy tiszteletben kell tartani, vagy valami ilyesmi, de, de nincs semmi konkrét dolog, ami biztosítaná a, a, a kollektív jogokat. Tehát a kollektíveknek nincs joguk a konstruktumon belül, csak az egyéneknek. Történt, csak mint egyén ilyen szerepel. Volt valamilyen történés, amihez kötnéd a megdöbbenésedet, vagy. Pálfordulásod ebben az Európa projekt témában? A, megde, a, a, a pálfordulásom akkor következett be, mikor rájöttem, hogy az európai projektnek az alapgondolata e, halálos ellensége az izraeli projekt alapgondolatának. Az izraeli projekt, alapgondola, hát, az izraeli projekt alapgondolata az, hogy a nacionalizmus a megoldás, a nemzetállamok a megoldás. Az európai projektnek az alapgondolata az, hogy a nemzetállamok a probléma. Tehát nem lehet, hogy mind a kettőnek igaza, mind a két félnek igaza van. Valakinek, val valakinek itt tévednie kell, és, és be kell bizonyítani, hogy a másik fél téved. És úgy értékeled, meg úgy értékeli Izrael, hogy ez a projekt Izraelnek a létét is veszélyezteti, vagy megkérdőjelezi? Én azt hiszem, hogy mindenki, aki, aki magáévá tette az ideológiáját ennek a projektnek, az esküttelensége Izraelnek. Tehát látjuk a, a, az aparátust, az Európai Unió aparátusát, van benne egy ösztönös, intézményesített ö, ö, gyűlölet Izrael ellen. A, a, az aparátuson belül. A tagállamok teljesen vannak tényleg, tehát nagyon hálásak vagyunk Csehország támogatásáért, Magyarország támogatásáért, a, a brit kormány támogatásáért, a tagállamokkal semmi probléma nincs. A, a, a Maga az apparátus, épp úgy, mint az ensz az aparátus, a kicsit olyanok, mint a a, 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 a seprüje. Van és saját akarata, már önmagától táncol. És sokszor a, az apparátus maga hozza meg a döntéseket, vagy, vagy, vagy írja elő a folyamatokat, és az, hogy kik a, a, kiképpen a politikusok, kik azok, akik a székeket nyomják a, a tárgyalóteremben, az teljesen mellékes. És van mögöttük egy bürokrácia, egy bürokrácia, amely egy kicsit hasonlít a washingtoni mocsárhoz, és van egy saját belső politikai kultúrája, saját akarata, saját agendája, saját értékei vannak, amelyek semmi köze nincs az országoknak, a, 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 tag, a tagállamoknak az értékeihez. És Magyarországon nagyon szélsőségesnek hangzik, amit mondok, de én ezeket a dolgokat Izraelből mondom. Tehát ne, arra kérek mindenkit, hogy ne próbálja ezt politikailag besorolni, hogy most úgy hangzok, mint a mi hazánk, vagy mint a mércének a főszerkesztője. Nem tudom, nem érdekelnek ezek a dolgok. Azt mondom, amit gondolok. Európai Uniót és ENSZ-t érintettél. Megint elméleti kérdés jön akkor, hogy vajon ez nem következik, ez a fajta megközelítés abból, hogy egy szervezet, vagy egy szerveződés az a nemzetközi? Én azt hiszem, hogy a... a az, alap, az, alap, az alapállásom az, hogy tisztában kell lenni avval, hogy, hogy mikor, mikor megdög lesz, bocsánat a kifejezésre, az mi, annak, annak, annak van, egy, van, egy, van egy koordinátája a földön, az nagyon lokális és nagyon helyi dolog, és nagyon személyes dolog. Tehát élhetsz, mint egy nagy világfi, meg minden, de ha valami probléma van, akkor próbálj meg menedékjogot kérni a, a, az ENSZ-házában, vagy az Európai Uniónak, a lobbyában, ott a bejáratnál, abban a csúnya épületben, és mikor, mikor elpusztulsz, akkor az nagyon helyi és nagyon személyes dolog. Tehát annak mindig, mindig egy bizonyos helyen történik. Tehát én azt hiszem, hogy egy kicsit ez ilyen bolondok arany, hogy anglicizmussal éljek ezek a, ezek a nemzetközi szervezetek, és a, a legszörnyűbb az, hogy olyan hatalmakat, olyan befolyást, vagy olyan hatalmat tulajdonítunk nekik, ami nincs nekik ami nincs nekik. és van egy ilyen van egy elképzelés, hát majd jön az ENSZ, vagy, a, vagy, vagy, vagy hogy ezek a szervezetek képviselnének valamilyen magasabb moralitást, Semmi a magasabb moralitást nem képviselnek egyfajta bürokratikus mocsár, amelyik mint minden bürokratikus szervezet a, a, a elvek alapján működik, megpróbálja saját magát föntartani, a saját erejét növelni, saját hatalmát növelni. Ez benne van minden bürokratikus szervezetben. És a, a probléma az, hogy, hogy nincs semmilyen demokratikus döntési mechanizmus, amivel ezeket a működését befolyásolni tudjuk ezeknek a szervezeteknek. Pont ez a problémám a, a, különben az NGO-kkal is. Ott is ugyanez a probléma van. Valaki, akinek pénze van, politikai befolyást tud vásárolni, és ráadásul magára teríti a szentségnek és az úgynevezett civil szervezeteknek a a, 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 a tisztaságát, a morális tisztaságát is, mondjuk úgy. Ez nincs nekik. Ilyen Többször nincs. érintettük ezt a témát, de sosem tudtuk igazából kibeszélni. Ha van még időd. Mm, a... Abszolút, adjunk neki. Adjunk neki. Akkor ugye Magyarországon ez egy létező, politikailag meg közéletileg is egy létező fogalom. benne van a közbeszédben is. A az NGO-k, és hát nyilván van itt ugye egy jelenség, amit nem tudunk megkerülni, nem is jelenség, egy személy Soros György. És ez a személy és a hozzá kapcsolódó jelenség azért Izraelben sem ismeretlen. Nem, egyáltalán nem ismeretlen. A probléma ezekkel a dolgokkal, ezekkel a, a, a szervezetekkel az, hogy gyakorlatilag meg, mi kikerültek, vagy, 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 vagy talán soha nem is parkoltak a... a a, a, a választott, a, a, a mondjuk úgy a, a, nép, a, nép, a nép akaratának a megkerülését szolgálják bizonyos bizonyos szinten. Tehát vannak, vannak legitim módjai annak, hogy hogyan lehet pénzt báramoltatni a politikába, hogyan lehet a politikai folyamatokat befolyásolni pénzzel. Hogyan tudom az én személyes szavazatomnak, hogyan tudok egy szorzót kapcsolni az én személyes szavazatomhoz a pénzem segítségével, és ennek az egyik módja ezek az NGO-k az én szememben ez az egyetlen funkciója ezeknek az NGO-knak, hogy, hogy elérem, rajtuk keresztül érem el azt, hogy én, mint a gazdag ember, az én szavazatom többet ér, mint valaki másnak a szavazata. És ilyen szint, most szándékosan próbáltam ezt lebontani a legprimitívebb összetevőire ennek a dolognak, és ilyen szempontból ez a leg, legkevésbé demokratikus dolog, ami létezik a világon. Tehát tulajdonképpen fel, felül a véleményemet, felértékelem a véleményemet, ami lehet, hogy Amúgy tök marginális, és csak én gondolom így, vagy öten gondoljuk így, de a világban mindenki ezt fogja gondolni, vagy sokan ezt fogják gondolni, mert pénzem van, és megtehetem, ezt így érted? Igen, pontosan. És a, a probléma vel az, hogyha én publikálok egy, 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 hirdetést az újságban, akkor annak mondjuk még utána is könnyebb utána járni, hogy kiadta fel azt a hirdetést, vagy valami ilyesmi. Viszont ezeken az NGO-kon keresztül magamra terítek egy fajta, a, 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 fajta szentségnek, vagy a fajta a, a, a piszkos napi politikától való függetlenségnek egy fajta palástját, ami, 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 nincs ott. Ezek pont olyan, pont olyan piszkos politikai szervezetek, mint minden más és a probléma az, hogy a pénzükön keresztül nagyon sok más embert is korrumpálnak. Egy újsághirdetéssel nem, igen, nehéz másokat korrumpálni. Egy ilyen NGO, aminek vannak több ezer vagy több tízzer alkalmazottja, például az orvosok határok nélkül a klasszikus példa erre, szintén szélsőségesen izrael ellenes álláspontokat képvisel, vagy az Amnesty International, néha több tízzer alkalmazottjuk van. Tehát ezzel a pénzzel gyakorlatilag egy zsoldos sereget szervezel magadnak, és beszorzod a, 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 szav, a saját szavazatodnak a politikai befolyásodat ezeken a szervezeteken keresztül. Egyfajta emelőrúd. Jön a kulcsó, vagy a kulcs név, Soros György, már egyszer bedobtam a beszélgetésbe. Ja. Érdekelne a véleményed, mert egy időszakban én nagyon sokat olvasgattam nemzetközi á, sajtóban is á, Soros Györgynek a tevékenységéről, és ami nekem feltűnt, az igazán az, hogy a hozzá kapcsolódó. Tevékenységnek a negatív konnotációja egyértelműen az izraeli sajtóban volt a legerősebb. A legtöbb kritika őt személyesen Izraelből érte és talán éri, meg az ő családjának a tevékenységét, holott ő zsidó származású. Ez önmagában nem jelent semmit. Igen, sok ilyen. Mondjuk, hogy ex-zsidó figura van, különösen a, a kommunista mozgalmakban nagyon sok ilyen ex-zsidó figura volt, akik aztán igen, igen kegyetlenek voltak, mondjuk. a saját, a egy ex-zsidónak tekinted? aki zsidónak született, az, az zsidóként is hal meg, ez, ez, teljesen egyértelmű. Tehát valásilag, valásilag ez, 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 megtámadhatatlan dolog, és nekem nem a személyével van a problémám, hanem a politikai, politikai tevékenységével. Nem is a politikai véleményével, hanem a politikai tevékenységével a problémám. Üh, mint, mint, mint Zsidó bácsika, nagyon szeretném, hogy eljönne Izraelbe, hogy itt le az utolsó napjait, nincsen semmi problémám. Ami a politikai véleményét illeti, épp úgy joga van a politikai veszőparipáihoz, mint minden másnak. Ami halálos és ami destruktív, teljesen destruktív a hazámra nézve is, ez a politikai tevékenysége. Nincs az az Izrael ellenes ügy, vagy tevékenység, vagy NGO, vagy bármi, amire, amit ne pénzelt volna. és az az elképzelés, hogy az lehet hogy, le, le, lehet, hogy Európában az a gondolat, hogy hogy felbomlasztjuk a nemzetállamokat összetartó enyvet, akkor ez hozzásegít egy egy, egy tudom én, egy, egy egy európai egy pán -európai állam létrehozásához. Lehet, hogy ott még a dolgot valahogy meg lehet magyarázni. Itt ez egy második holokausztal fog végződni. Tehát itt, hogyha a, a, az állam nem erős, hogyha ez az állam nem lesz erős, akkor itt, itt, itt lesz egy második holokauszt a közel-keleten. Evel kapcsolatban senkinek nincs semmilyen illúziója, és aki ezt nem hitte, az október 7-én kapott erről, egy, kapott ebből egy promót, egy izelítőt, hogy, hogy mi történne, hogyha nem lennénk elég erősek. És itt ő, Soros úr pont ugyanazt az aknamunkát fejti ki, pont ezt az enyvet próbálja felolvasztani. Ami mondom, lehet, hogy Európában ezt, ezt le, le, el lehet végezni különösebb veszélyek nélkül, ezt az európai embereknek kell eldönteniük a különböző államokban, nálunk ez halálos. Tehát itt, itt, itt ez olyan, mintha egy mentőcsomagba fúrnál lyukakat, mondván, hogy nem tudom, micsoda valamilyen magas én, én, én a berkölcsiség jegyében. Számomra ő a kominternek a, 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 a modern megfelelője, mint egy jelenséges politikai erő, amelyik behatol ebbe a térbe, és pusztít és rombol. Tehát azt mondod, hogy Izrael szempontjából ő egy Izrael ellenes szereplő. Teljes, teljes, teljesen teljesen egyértelműen. És Ezt a gondolatiságából követke, következik, szerinted? Hiszen ugye ő azért egy határok nélküli, nagy, nemzetközi, globális világról elmélkedik, Én talán azon kevesek közé tartozom, akinek például megvan a könyve a nyílt társadalomról, a nyílt védelmében például, és próbáltam azért jobban belásni magam és megérteni az ő gondolkodását is, hogy az ember azért ne csupán egy felületes véleményt alkosson. Én, én nem vagyok kardiológus, és nem látok bele a szívébe. Most az izraeli bennem azt mondaná, hogy tudod, mint a lőtéri kutyát érdekli? Abszolút nem érdekel, nem Engem az érdekel, amit csinál. Teljesen mellékes, hogy mik a mozgatórugói. Lehet, hogy nehéz gyerekkora volt, de ez majd mesélje a bírónak. Ez engem nem érdekel. Én nyomozó voltam, nem bíró. Tehát én abszolút nem érdekel, hogy mik a mien a a, a, milyen, milyen rezzenései a lelkének vezették vezetik ehhez nálunk is, Izraelben is éltek, vagy élnek olyan figurák, akik, akik gyakorlatilag a múlt emberei. Tehát volt itt egy Zév Sternhal nevű holokausztúr elő professzor, aki gyakorlatilag minden árnyékban a fasizmust látta. Tehát bár, bármilyen a nacionalizmus minden megnyilvánulása van, a fasizmust látta is. Én azt hiszem, hogy, hogy ez, ez egy kicsit a, 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 múlt problémáiból élni. Tehát a múltban volt egy probléma, volt egy, nyilvánvaló volt egy iszonyatos traumája mind a kettőjüknek, Sternhalnak is és Sorosnak az élete, folyamán lett, ez ezek a, a, a náci mozgalmaknak a meg Léte, de ebből, ebből még nem nem, létezik, nem nem következik automatikusan az, hogy, hogy létezik egy analógia az akkor és a mostani világ között. Tehát az ott levont következtetéseket próbálják megvalósítani egy teljesen más környezetben, ez óhatatlanul káros, káros hatásokra vezet. Szerintem az adott környezetben, a mostani adott környezetben az adott realitásoknak megfelelően kell cselekedni, nem az szerint, hogy mi volt az ezelőtt 80 évvel. És szerintem itt van, tehát hogyha mentegetni próbálnám Soros urat és Zév Sternhált is, akkor, 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 ezt, ezt tudnám fölhozni a, a mentségükre, Így talán van egy ilyen egy trauma, ami, ami, amiből soha nem tudtak kikerülni tulajdonképpen. Ez, hogyha ha, 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 ha jótékony akarok lenni, és mentegetni akarom a, a az álláspontját mondjuk úgy, vagy a cselekedeteinek a mozgató rugóit. Azt mondtad, hogy az itt és mostra kell fókuszálni, akkor fókuszáljunk mi is az itt és mostra 2023 év vége, és akkor egy pillanatra, vagy egy fél pillanatra tekintsünk azért előre. Ha itt és most, akkor te hogy látod az itt és mostot a szempontjából, akkor már Európa szempontjából, világ szempontjából, hol tartunk és hova tartunk 2024-re. Én azt hiszem, hogy a káoszba tartunk, egyre inkább a káoszba tartunk. És nagy sajnálattal kell azt mondanom, hogy a, a legtöbb a legtöbb prognózisom az ukrán háborúval kapcsolatban sajnos beigazolódott, és ebben nagyon fontos, hogy ebben az egyre erősödő káoszban erősek legyünk. Tehát nem lehet tovább működni, mikor a külső körülmények megváltoznak, nem lehet tovább úgy működni, mint a semmi sem történt volna. A katonai költségvetés nem lehet ugyanaz a, a mi személyes hozzáállásunk ezek a különböző kérdésekhez, a, az, a, az a luxus politizálás, hogy hülyeségek, hülyeségeket, hülyeségeket határoztunk meg célokként, a politikánk, politikánk alapjaként, az, hogy vallásra tettük a, a a környezetvédelmet, és sor egyéb dolog, ezek, ezek mind luxus dolgok. Ezek, ezeket meg lehet tenni, mikor van egy hiperhatalom, amelyik, amelyik gondoskodik, hogy a világban béke legyen, és akkor lehet ilyen, ilyen, ilyen banalitásokkal foglalkozni. A, a, a kialakuló káoszban nagyon fontos, hogy visszatérjünk és reális dolgokról politizáljunk, arról, amiről, amivel a politika fontos dolgokkal foglalkozon, az életbevágó dolgokkal foglalkozon, amik problémák most, nem száz év múlva. Tehát, hogy száz év múlva globális fölmelegedés mindannyiunkból halászlevet fog főzni, ez teljesen, teljesen megtörténhet, de lehet, hogy nem érjük meg a, a, 2024-es év végét, mert ez egy atomháború. Tehát azt a tüzet kell eloltani, amelyik jobban éget, és én azt hiszem, hogy ezek a biztonsági problémák egyre jobban erősödnek, hogy bele, belelépünk a káosz világába. Nagy politikai szintén ez egy nagyon fontos következtetés. De így a beszélgetésünk végéhez közelítve, a nézőink, hallgatóink szempontjából egyéni tanácsod, vagy személyes tanácsod, ha lehet ilyet podcastben <laughs> kérdezni vagy kérni, mi lenne 2024-re. Ezt, ezt sokan, sokan megkérdezik tőlem. És a személyes tanácsom az, hogy mindenki gondolkodjon, gondolkodjon el azon, hogy hogyan fog cselekedni, hogyha azok a dolgok, amik megtörténtek október 7-én, Izraelben megtörténnek máshol is mondjuk Magyarországon. Nem feltétlenül ugyanaz a forgatókönyv. Ez lehet egy természeti katasztrófa, lehet egy migrációs hullám, lehet egy környezeti emberkreált a környezeti katasztrófa, lehet egy háború is, de, de legalább a, a mentális szinten, tehát nagyon fontos, hogy olyan Helyzetben legyünk, hogy ne akkor kezdjük el vakarni a fülünket, hogy jaj, most mit csinálunk? Tehát legalábbis, ha, ha még, még annyit sem teszünk meg, hogy veszünk új elemeket az elemlámpába, amit a, a, az íróasztal fiókjába tartunk, de legalább mentális szinten próbáljunk felkészülni ezekre a dolgokra. És e, próbáljunk felkészülni a, egy, egy, egy olyan világban cselekedni és működni, ahol a gyakorlatilag semmi nem biztos. És az összes axiómák, amiket eddig a magunkénak tudtunk, próbáljuk meg átgondolni őket és felülvizsgálni őket. Év szerintem ez egy fontos tanulság. Robert C. Nagyon szépen köszönöm ezt az egyáltalán szokványos, ne, nem szokványos beszélgetést, szokványosnak alig ha mondható beszélgetést. Tényleg bízom benne, hogy élvezni fogják majd a hallgatóink is. És hát nagyon szépen köszönjük a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. Kövessenek, hallgassanak bennünket továbbra is beszélgetést hallhattak, évértékelő beszélgetést és elméletértékelő beszélgetést hallhattak Robertzi Castellel. ez volt a stratégia, a házigazdát Póca Istvánt látták-hallották, viszont látásra, viszont hallásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.